A Babics Mihály Kulturális Központ munkatársai a pandémia ideje alatt is igyekeznek tartani látogatóikban a lelket, és olyan szezonális projekteket találnak ki, amit a járványügyi intézkedések betartásával is megvalósíthatnak. Úgy döntöttünk kollégáimmal együtt, hogy a Mindenki tojásfája címmel hirdetünk a városban egy akciót. Ez azt jelenteni, hogy március 16-ától a ked keddi naptól követő két hétben örömmeli szeretettel várjuk a városlakók által egyedileg készített, sajátos technológiával készített, legyen akár hungarocellből vagy más anyagból készített húsvéti kis tojásokat. Ezeket a Szent István szobor felőli bejáratnál elhelyezett gyűjtőládába várják március 29-éig. Az egyetlen kikötése a szervezőknek, hogy egy szalagot is rögzítsenek a tojásokra. A beérkezett alkotásokat egy a művelődési ház előtt álló fára helyezik majd fel az intézmény dolgozói. Súvét időszakra elkészítjük, és úgy gondolom, ameddig az időjárás engedi, minden esetre egy-két hétig, mindenképpen szeretnénk, hogy az erre járók érezzék még át ennek a tavasznak az indulását. Hát, ha ez is egy picit jele lehet annak, hogy a minket körülvevő megszorítások talán lassan-lassan majd visszaszorulnak. A húsvéti tojáskölteményeket március 16-ától várják a szervezők, hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra között, valamint pénteken 8 és 14 óra között.